A Kastélypark Fesztivál kistérségi közösségi nap és Palóc piknik a gyermekesély program iroda keretein belül szerveződött. Bemutatkoztak a kistérség településeinek tehetségei, eközben a sátrakban készültek a finom palóztáj jellegű ételek. Bízom abba, hogy nem csak Bátonyterenye, hanem a kistérség számára is ez a nap valamilyen szinten kiemelkedő nappá fog válni a későbbiekben is. Hál' Istennek az időnk jó, azok a csapatok, akik főzésre jelentkeztek. A kistérség 11 településéről, és olyan finomságokat készítettek, amik ránk palócokra jellemzőek, a palóc ízeket hozták ide számunkra. Ezekkel gondolatokkal arra gondolok, hogy mind-mind egy pluszt adnak nekünk, a gyermekeinknek. A gyerekesé program iroda célja, hogy a pályázatban megjelenő célcsoportot segítse. Ennek szellemében a rendezvényen nagy szerepet kaptak a gyermekek. Közel negyedéves előkészítő munka van a hátunk mögött, mind a kistérségi gyerekesé iroda közel 50 munkatársa, nagyon sok civil szervezet és több a Bátonyterenye és kistérségében működő vállalkozók támogatásával sikerült ezt megvalósítani, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Ez a nap elsősorban a gyermekekről és a gyermekes családokról szól. A mai napon több ingyenes szolgáltatást tudtunk nekik nyújtani, volt ingyenes arcfestő, pónilovon lovagolhattak a gyerekek, illetve lufikat készített nekik egy nagyon kedves vállalkozó hölgy, aki különféle állatfigurákkal kedveskedett a gyerekeknek. A nap sztár vendége Tolvaj Renáta, a Megastár 5 győztese, a 2010-es év hangja volt. Szia Renáta, mit éreztél, amikor megnyerted a Megasztár 5-öt? Hát igazából, amikor kimondták a nevemet, én nem tudtam, hogy hol vagyok, szóval én egy másik bolygón voltam, és nagyon-nagyon sok idő kellett, hogy én ezt feldolgozzam, hogy én nyertem meg. De nagyon-nagyon jó érzés, és most nagyon sok fellépésem van. Most jelent meg az első albumom, hétfőn lesz a Mokába a klippremierem, szóval minden jól megy, és remélem, hogy ez így is lesz. Így nagyon-nagyon szép a környék, és alig várom, hogy a színpadról lássam az embereket, hogy mi a reakciójuk, amikor énekelni fogok. Fergeteges sikert aratott a színpadon a Nógrád 24 jóvoltából Szabó Ádám harmonika művész. A fellépés után beszélgettünk vele. Szia Ádám! Sziasztok! Milyen érzés volt a Csillagszövetségben szerepelni? Nagyon jó érzés volt. Hát ez egy világi élmény volt számomra, hogy bekerültem, és az is, hogy eljutottam a döntőig, mert egy hangszeres zenészként eljutni a döntőig, és egy ilyen műsorba szerepelni, ez tényleg nem kis teljesítmény, és nagyon örülök, hogy tényleg a közönség és a nézők is így szeretnek engem. És most hallottam, hogy most érettségiztél le, hogy vannak esetleg további terveid, hogy tovább szeretnél tanulni? Persze, már megvan az érettségim, szerencsére sikerült, és hát a következő állomás az a Liszt Ferenc Zene Egyetem lesz. Hát oda most felvételiztem július 5-én, és hát 20-án derül ki, hogy végül is felvettek-e, de szerintem felvesznek, mert nagyon jól sikerült, és úgy érzem, hogy tényleg fel fognak venni. És hogy tetszett Nógrád megye, milyen volt itt fellépni nálunk? Hát én még ilyen jól nem éreztem magam meg, hát ahogy a közönség is örült, meg tomboltak, tényleg nagyon nagy élmény volt, és hogy ennyiszer visszahívtak. Még egyszer visszamehettem volna, de már tényleg el voltam fáradva, és inkább hagytam, de nagyszerű közönség volt. És még egy kérdést tennék föl, szerintem a tévénéző hölgyeket, lányokat az érdekli legjobban, hogy van esetleg barátnőd. Most jelenleg nincs barátnőm.